Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Abban az időben Jézus átment a Galileai tengernek, vagyis Tiberiás tavának a túlsó partjára. Nagy tömeg követte, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken végbe vitt. Jézus fölment egy hegyre, és ott leült tanítványaival. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Mikor Jézus felemelte szemét és látta nagy tömeget, így szólt Fülöpnek: honnan veszünk kenyeret, hogy legyen mit enniük? Ezt pedig azért kérdezte, hogy próbára tegye, mert ő tudta, hogy mit fog tenni. 200 dinár áru kenyér sem elég ennyi embernek, hogy mindenki kapjon valami keveset, felelte Fülöp. Egyik tanítvány, András, Simon Péter testvére megszólalt: van itt egy fiú, akinek 5 kenyér és 2 hala van, de mi az ennyinek? Jézus meghagyta: telepítsétek le az embereket. Sok fű volt azon a helyen, letelepedtek hát szám szerint, mindegy 5000-en voltak csupán férfiak. Jézus pedig vette a kenyeret, hálát adott, kiosztotta a letelepedett embereknek, ugyanígy adott a halból is, amennyit csak akartak. Amikor pedig jól laktak, szólt tanítványainak: szedjétek össze maradékot, hogy semmi ne vesszen kárba. Összeszedték, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyér maradékából, amit meghagytak azok, akik ettek. Amikor az emberek látták a csodajeleket, amelyet Jézus végbe vitt, így beszéltek: ez valóban próféta, aki a világba jött. Mikor Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják vinni, hogy erőszakkal királyát tegyék, ismét visszavonult a helyre, egészen egyedül. Ezek az evangélium igény. Amen. Krisztus. Evangélium tanítása, legyen bűneink bocsánatára. Nem tudom, mennyire bírják a mereget, meleget. Jó. Igen. Jó. Bírjuk. Akkor egy pár szót szólnék önökhez. Ugye, olyan érdekes, mutka egy néni jött, és azt mondja: Csaba testvér, mi nem írsz egy levelet a pápának? Mondd meg, hogy üljön össze a püspökökkel, ti papok, és üljetek oda melléjük. És kérjétek a Jóistent, hogy szólaljon meg, és ebben nagy válságos, krízises világban mutasson nekünk utat. Hát mondtam a néninek, hogy semmi se új a nap alatt, ezt már megtették az emberek. Azt mondja: tényleg? Hát mondom, így igazán, nem a pápához mentek el, hanem annak idején a főpapokhoz, meg minden. Ószövetség népe imádkozott, és sokan mások is 2000 évvel ezelőtt, hogy szólaljon meg már az Isten. Ugye háborúk voltak akkor is, ellenségeskedések. Adták, vették egymást az emberek. Hát szörnyű világ volt, és tényleg sokan proféták imádkoztak, hogy Isten mutasson utat nekünk. A mennyei atya jóságában azt mondta a szent fiának, hogy kicsi fiam, na menj szépen le az emberekhez, a földre, mutasd meg, hogy kéne békébe, szeretetbe élni. Magyarázd el nekik, hogy sokkal izgalmasabb, szebb ez a világ, ha szeretitek egymást, ha békébe éltek, látsd meg őket. És Jézus legényesen karácsony éjszakáján egyedül, zsebretett kézzel, hát eljött közénk, ugye nem volt erős feltarisznyálva, tehát hogy mondjam, nem azt mondta a mennyei atyának, hogy míg az uniós pályázatokat ki nem írják, addig nem megyünk sem erre, hanem ő úgy nyáriasan eljött, megszületett, és élt 30 éven keresztül szépen csendben, nyugodtan Názáretben. Én gondolom, hogy hát mindenki várta azt, hogy na jó van, eljön a nagyisten fia, és hogy fogja kiosztani az emberiséget? Hogy na a királyok, gyertsek csak ide, na nézzük meg, hol a határ. Beleverem az orrodot, még háborúzni akarsz, aztán velem gyűlik meg a bajod. Semmi ilyen nem történik. Jézus nem oszt ki senkit, nem kér számon senkit, nem veszekedik. Éli a maga csendes názáreti életét. Hát ez egy nagy botrány volt akkoriban is. Mai nap is a teológusok sokan úgy állnak ehhez a dologhoz, hogy hát Jézus, hogy mondjam, felkészült a világ megváltására. Erre azt szoktam mondogatni, hogy hát milyen Isten az, aki neki kell szaladjon egy gödröt keresztül
ugorjon, nem? Hát hogy helyből is úgy van, hogy ezt meg tudta volna oldani, tehát nem kellett volna ennyit 30 évig itten hegyezze azt a ceruzát. Mi volt ennek a lényege? Én azt gondolom, ez a 30 éves názáreti csendes élet válasza Istennek az emberek kérdésére. Igen, ez a válasz, ez a prédikáció. És hogyha megnézzük jól, mit akart mondani Jézus ezzel a 30 évvel? Három dologban, nagyon sok mindenről lehetne beszélni, de én három dolgot foglaltam össze napra való tekintettel, ugye röviden. Hát az első az, hogy hát Jézus hol élt? Szerettei körében, vérszerinti rokonaival együtt. És ez olyan szép. Képzeljük magunk elé, amikor a kis Jézus Egyiptomból menekülve hazaér Názáretbe, hogy egy nagymamája, a Szent Anna lehajol, hogy potyognak az öreg néninek a ráncos arcáról a könycseppek, az ő drága unokájáról, hogy összepuszilja, megsimogatja. És később is együtt élnek, egy család. Múltkor jött egy néni, a dévás, azt mondja, mondjak én misét, hogy az ő unokája Kanadába kapjon munkahelyet. Hát mondtam, tudja mit, én ezért nem imádkozom. Hát azt mondja, megfizeti. Hát mondom, annyit maga nem tud nekem fizetni. Nézett rám olyan furcsa, és mondom, na nézze meg, azért, hogy hazajöjjön a Kanadából az unokája, letérgyel, és reggelig ott a templomba imádkozok magával együtt. De azért, hogy ott a világ végén valahol gyökere teresszen, hogy maga soha büdös életben egyszer ne tudja az unokáját ölbe venni, hát én ilyen magának nem kérek az Istentől. Hát maga nem bántott engem, nem? Nézett a néni egy darabig, és azt mondja, tudja, mit atya magának igaza van. Én se imádkozok többet. Hát Szent Anna haza imádkozta az ő drága unokáját, leányát, vejét. Miért? Hát jó együtt lenni a családnak. Jó szeretetbe, békébe élni. Hát nem összetartozunk, hát egy kéz eltörik, azt is összeforrasszák. Jézus 30 éves prédikációjában elsősorban azt mondta, hogy szeressétek egymást. Szeressétek azokat, akiket Isten nektek ajándékba adott. Hát ugye azt írja a Szentírás, hogy ő is elment Kánába egy távoli rokonának a lakodalmára. Tehát ez azt jelenti, hogy élő kapcsolat volt, nem csak a szüleivel, nagyszüleivel. Annyira szerettem magam elé képzelni azokat a csendes názáreti napokat, ahogy kis Jézus odáll anyukája elé, és azt mondja, anyu, kiengedsz egyszer egyet focizni a gyerekekkel? Mária ad egy nagy puszit a buksijára, és a nagyisten elmegy, és ipi apacs, futkorásznak, kergetőznek, ki vagy ütve kis Jézus, ó, a csuda ennél meg, következőben én kaplak el titeket. Nem? A nagyisten így élte meg a mindennapjait. Fűrészelt az apjával. Szeretem magam elé képzelni, hogy például a názáreti csendes este leül a három generáció egy asztalhoz, ottan pislákol egy mécsbél, körülötte Mária, Szent József, Joákim, Szent Anna, kis Jézus, talán más rokonok is. Párolog az asztalon a finom lencsefőzelék, megfogják egymás kezét, hálát adnak a mindenhatónak, a mindennapi betevő falatokért, együtt vannak. Nincs ott se televízió, se internet, se semmi. És azt gondolom, ezek az emberek mégis boldogok voltak, nem? Vacsora után kiülnek oda a kispadra, fölöttük ragyognak a csillagok. Szent József elkezd talán egy szép ószövetségi zsoltárt énekelni. Kis Jézus odabújik Máriához. Olyan egyszerű, nem? Isten válasz az emberiség kérdésére, kérdéseire. A boldog akarsz lenni, szeressed rokonaidat, vérszerinti családodat. A másik dolog, amit Jézus meg akart mutatni názáreti életével, az, hogy a szülőföld szeretete. Hát végül is a mi Urunk Jézus Krisztus nyugodtan mondhatta volna azt, hogy hát maradjunk anyu itt Egyiptomban, hát már itt nőttem fel, 7-8 éves lehetett, amikor visszatértek. Hát most itt vannak a barátok, meg komoly iskolák, meg nem tudom miféle. Nem. Visszamennek abba a poros názáreti fészekbe. Miért? Mert hát a család onnan jön, az az ő ősi földjük. Hazamegy. És Jézus
egész életében nem hagyja el a Szentföldet. Tehát jó értelemben véve, hát nacionalizmust is tanulhatunk Jézustól. Ragaszkodjunk a szülőföldünkhöz. És olyan szép, hogy Jézus nem csak, hogy otthon van, hanem olyan szépek a beszédei, nézzétek az ég madarait, a mezők virágait, a szántóvetőt, a jópásztort, a halászt, a szöllőművest. Tehát úgy látszik, hogy ott él, látja a környéket, ismeri azt, hogy mondjam, a fügefát, szöllőtőkét, hogy mondjam, bejárt az egész Szentföldet, ismeri az övé, szülőföldje. Olyan érdekes árva gyerekeket nevelek, és tudják, úgy van, hogy hát a gyerekeink nem angyalok, hát egyik se angyal, mi se vagyok azok, ugye Jézus mennyei atya marék porból megteremtette az embert, aztán belelehelte a lelkét, aztán sár és a fény, hát ez úgy mindenkiben benne van, hát ebben a gyerekben különösen benne van, Alexnek hívják, és életemben egyedül érte fizettem büntetést. Hát úgy történt ez a büntetés, hogy hazajön az iskolából, és az olyan csavatesvér, kéne 2 millió lej, hát az olyan 12 000, 13 000 forint. Hát mondom, mire? Hát aztán megbüntettek. Hát mondom, hogy megbüntettek. Én soha életemben gyerek miatt még nem fizettem büntetést. Hát azt mondja, hogy hát most képzeljük magunk elé egy 16 éves szőke, kékszemű legénkét, hogy egyik lábáról áll a másikra, és azt mondja nekem, hogy az az igazság, hogy belecsiptem egy lánynak a fenekibe. Na hát erre én szinte leültem, mondom most akkor aztán, jól nézzünk ki, hát a könyvelésben majd beírom, hogy a dévai lányok fenekének a lekezelésére kiutaltunk az adományból ennyi pénzt, szóval a püspöknek ezt az hogy magyarázzam meg? Hát mondom, hát hogy tudott ez megtörténni? Hát szóval jött haza az iskolából, és ugye megtörtént, a fiatalok között szokott történni, és azt mondja, jött egy bácsi. És azt hittem, maflak jöjjük, hogy a konkurencia, és az öreg urat kiosztotta, hogy menjen keressen magához illő társat, mert ez már foglalt. Na, az öreg úr kiderült, hogy egy román rendőrtiszt a lánynak az apukája. Igen, rossz néven vette, hogy mondjam, az én fiam milyen bizalmas viszonyban van az ő lányának a hátsó felével, és hát, hogy mondjam, na hát, hozott egy cédulát, hogy meg van büntetve. Hát mondom, te Alex, mondj egy okot, hogy ne hasítsalak én itt most hirtelen kettőbe. Nézed, aztán mentő körülmény eszébe jutott, elé kapta a lánynak a fényképét. Egy egész formás darab volt, az biztos, de mondjuk engem nem az hatott meg, hanem az, hogy hátul írta, hogy szeretettel Alexnek. Tehát az látszott, hogy mégse olyan hirtelen. Na tehát, ezt csak azért mondtam el, hogy bemutassam ezt a gyereket. Hát ő általában, ahol valami botrány volt déván, ott mindig megjelent. Ártatlanul, de ott volt. És ez a 16 éves legény jön, és azt mondja, Csaba testvér, hát nem viszel haza engem, hallott, hogy meg Zsombolyára, Temesvár mellett van egy kis falu, oda való, vigyem én haza őt. Hát mondom, gyere, ülj be az autóba, útba esik, meglátogatunk. Mentünk, egész úton az a gyerek arról beszélt, de atya, hogy milyen szép az én szülőföldem. Hát ott folyik el a Bega. Nagy bokrok ráhajolnak a folyóra. Homokos nyelv van ottan. Földnyelv. Lehet fejeseket ugrani. Milyen jó hűvös a víz, és milyen szilvák teremnek ott, és ez milyen finom, és olyan sehol máshol nincs a világon. És mondta, és én hallgattam, vezettem, aztán amikor elértünk a kis bekötő útra, azt mondja, hogy álljak meg, mert ő mindjárt meghal. Gondoltam, a kanyarok megviselték a gyomrát, hát mondom, hogy mi a baj? Hát azt mondja, atya, hát mondja meg Isten nevébe, ha van valahol mennyország ezen a földön, az ugye itt Dröksinán van. Hát úgy hívták azt a kisfalu Dröksina, hát ugye Temesvár környéke az olyan, mint Szeged környéke, lapos. Hát én Csíkszeredában nőttem fel, hát nekem az ilyen-olyan selejtes terület. Se jobbra nem lehet, se balra nem lehet. Hát olyan, hogy mondjam, selejtes. Na, hát hogy annyira nem jövök én ettől izgalomban, mert 100 kilométerrel arrébb is pont ugyanolyan, mint itten, de neki hát az a mennyország, az a világ közepe. Mondom neki, hogy igen, biztos, hogy számodra itt van a mennyország. Nekem Csíkszeredában mindenkinek megvan a maga kis földi mennyországa. És az olyan szép, mert ezt a gyereket nem én tanítom erre, hogy a szülőföldet szeretni kell. Tehát nem, hogy mondjam,
Nincs ilyen óra. Vagy 6 éve ott van nálunk Déván, tehát már el is szakadt rég a szülőföldjétől. És mégis annyira mélyen oda bele van írva neki a szívébe. És őszinték vagyunk, és magunkba nézünk. Nem, de mindannyian úgy vagyunk. A vér szerinti rokonaink, a szülőföldünk iránti szeretet nagyon mélyen, mindannyiunk szívébe benn van. És akkor megérkezünk abba a kis házikóba, falu végén egy egyszerű ház, vályok, vakolat, szotyog minden, jön egy öreg néni, vak, kopac, és az, hát az a nagymama. Az anyuka az ágyba fekszik, mind a két lába rossz, nem tud járni, és azt mondja nekem Alex, hogy hát jön ő mindjárt, az autóból kivesz két bankot, azt mondja, anyu nézd, ezt a zseppénzemből vettem, neked hoztam. És elkezd sírni az édesanyám, és azt mondja, ne sírj, anyu, mert tudod, sikerült munkát találjak, 3 hónapra elszerződtem mosogatni egy konyhára, és ősszel lesz annyi pénzünk, hogy megmutassuk a lábadat. Ezt se tőlem tanulta a gyerek. Tehát a vér szerinti rokonaink iránti szeretet. Ha boldog akarsz lenni, szeressed a szeretteidet, szeressed a szülőföldedet, amelyből vétettél, amelyben őseid nyugszanak, és amely neked is szent födeleved lesz. Ez a két olyan dolog, amit Jézus Krisztustól a názáreti 30 éves prédikációjából megtanulhatunk. És a harmadik, Jézus nem segélyből élt. Akkor megérkezik a földre, nincs egy angyal, hogy mondja, ja, kis Jézus, milyen jó, hogy jöttél, na itt a vipszálás, hideg, meleg víz, nem tudom, mennyi, hogyha mindjárt küldi a kis fürjecskét, sülve, főve, hogy szereted, manna, hát az is itt van, mindjárt, nem tudom, puszi, nincs ilyen, nem? Tehát, hogy mondjam, nem segélyből él a szent család. Názáretbe is. Tehát nincs az, hogy mondjam, Kauflandból kiutalnak valami építkezési anyagot. Voltam Lorettóban, és megnéztem azt a kis kápolnát. Csodálatos, nem tudom, ki járt arra. Azt mondják, hogy a Szent Család názáreti háza. Én el is tudom hinni. Soktan nekivetettem a fejemet ezeknek a régi, hát 2000 éves tégláknak, köveknek. Nagyon kopottak az arándokok, sokat-sokat simogatták. Nekidőltöttem a fejemet a hideg köveknek. Elmondottam, hogy a Szent Család, hogy Názáretből megérkezve, hogy állt neki téglát vetni, nem? Hogy Szent József kis formába beledöngöli a téglát, hogy lehúzza a fölösleget, hogy Mária kirakja napra a száradni, hogy kis Jézus oda megy, püty, belenyomja az ujját. Na, ott a kis huncuk. Hát szabad elrontani, mit apát csinált, nem? Erről szól a názáreti prédikáció, ilyen egyszerű dolgok. Ez, amit Isten számunkra kitalált, ezáltal akar ő boldoggá tenni bennünket. A jól végzett becsületes munka öröme. Alkotsz. Kitalálsz valamit, és két kezed munkájával létrehozod. Megálmodod. Téglát, házat, otthont. Munka az nem Isten verése, az ajándék. Általa bontakozol ki, növekszel, több leszel. Nem kell félni a becsületes munkától. Én azt hiszem, most a 21. században megint összeülnénk Benedek pápával, mindannyian Rómában leimádkozzuk az Istent a földre, biztos újból eljönne Jézus Krisztus. De ugyanazt tenni, mint 2000 évvel ezelőtt. Itt, Szentegyházas falván, vagy Budapesten, vagy Zetelakán, vagy Csíkszeredába, ugyanazt tenni, megélni a maga csendes, egyszerű názáreti életét. Békében, szeretteivel, jókedvben, szeretetben, a szülőföldjén, becsületes munkával, akár mint szántóvető, akár mint tanár, orvos, vagy ács, végülis minden út az égbe vezet. És azt gondolom, hogy a mai krízisre, a mai nehézségekre lehetne válasz ez a názáreti élet?
meg vagyok győződve, vagy igen. Olyan vágyakot ültetett Jézus a szívünkbe, állított elénk, ami elérhető, ami megvalósítható. Mert akár 7 milliárd ember szeretheti a férjét, a feleségét, édesanyját, nagyszüleit. Ebből jut mindenkinek, nem? Mindenki valahol megszületett, és hogyha 7 milliárd ember szereti az ő szülőföldjét, és gondozza, és ápolja, hogy szép legyen, egy kis paradicsomkert legyen az a táj, az a hely, ahol ő élt, megteheti, nem? És munka is, annyi munka van ezen a földön, becsületes munka, amiből meg lehetne élni. Lejárták itt a Hargitát, mindenütt mekkora szén a fű, ott van, nem? És ha bele gondolunk, hogy egy hektár legelőért, a román állam ugye az Unióban belül ad 300 valamennyi euró támogatást. Tavasszal 200 euróért lehet venni egy bikabórjut. Apáid földjét villanypásztorral bekerített, kiülsz egy laptoppal, veszel rá 10 a támogatásból, 10 bocit, ősszel eladott duplájáért. Nagyapáink, ha feltámadnának, és elmondanák, hogy nagytata, visszaadták a földeket, azt csinálsz benne, amit akarsz, vethetsz, aradhatsz, dolgozhatsz, állatokat tartasz, mindenért támogatást kapsz, külön a földé, külön az állatoké, mindené. Akarsz, csinálsz egy kis magáncéget, mit tudom, egy ilyen családi vállalkozás, kolbásznak feltöltöd a disznyót, vagy amit akarsz, azt csinálsz belőle, kiállhatsz a piacra, eladhatod. Nem hinné el. Azt mondaná, fiam, te félrebeszélsz. Hát ilyen nem volt soha ilyen világ. És ezért még támogatást is kapsz. Nem te kell fizessél, hanem támogatást kapsz. Becsületes munka, tisztelete, öröme. Úgyhogy egy Székelyföldön jöttem, és valami külföldi vendégek voltak, és kérdezték, hol van Szeredában az ipari park. Hát mondtam, az az igazság, hogy kicsit szégyenkeztem, de nem székely ember az ilyenkor. Nem azt mondja, hogy nincs, hanem azt mondom, hogy hát nézzék meg ezeket a nagy legelőket, szántó, kaszálókat. Ez a Székelyföld ipari parkja. Az erdők, természet. Milyen jó lenne, ha tényleg így gondolkoznánk. Hiszem, hogy meg tudnánk élni belőle. Igen. Olyan vágyakot tűzünk magunk elé, hogy nem tudom, 300-400 négyzetméteres lakásban francoljunk, egy-egy nagy terepjáróval rohangáljuk össze-vissza a világba, mit tudom én, menjünk Honoluluba vagy akárhova nyaralni. 7 milliárd ember ezt nem tudja megvalósítani. Akkor előbb-utóbb egymás torkának kell essünk. Jézus Krisztus nem ezt az életformát mutatta nekünk. Ezt a bankárok, ezt az üzletemberek, reklámfogás, ők ezt ezért mutatják nekünk. Jézus mit reklámozott? Az, hogy szeressed szeretteidet, szeressed a szülőföldedet.